Ezen a területen, amit itt látunk, itt egy 64 lakásos épület készül éppen, és ezen a területen még, ami mögöttem látszik, és egy kis fás ligetes elrendezésű, ott további körülbelül egy olyan 110-120 épület, vagyis lakóépület készül el, de az épületek az teljes területet tekintve egészen elmehetnek ezerig. Zsatku László az egyik nyíregyházi társasházépítéssel foglalkozó cég ügyvezetője mutatja, hogy halad az építkezés az egyik általuk bonyolított projektben. A vásárlási igény nagy, ezt mi sem bizonyítja hitelesebben, mint hogy a frissen felhúzott ingatlanok szinte már a tervező asztalon elkelnek. A területet 2003-ban vásároltuk meg, és ez idő alatt körülbelül 400 lakást építettünk fel, míg tavaly szeptembertől kezdve már vagy 180-nál járunk, tehát mindenképpen egy pezsdülés, egy élénkülés figyelhető meg. Itt a mellettünk lévő épületben láthatjuk itt elkészülve. Gyakorlatilag a lakók, a 60 lakásnyi lakó már birtokba vette az épületet, illetve a mögöttem látható épületben, bár még nem is szerkezetkész, hiszen még a tetőépítés ezután fog következni, a tervezett 64-es lakásszámból már 58 lakásnak gazdája van. A társasházi lakások népszerűségének oka elsősorban a csok nyújtotta kedvezmények, valamint az, hogy sokan szeretnék lecserélni a már meglévő panellakásukat. Egy új építésű, gázos, társasházi lakás pedig minőségi előrelépést jelenthet a vásárló számára, de mégsem kerül annyiba, mint egy új építésű családi ház. Nyíregyházan a társasházi lakások építése körülbelül egy évvel ezelőtt beindult, és egy fél évvel ezelőtt a vásárlási roham is megkezdődött. Ez a roham még mindig tart, azonban már elkezdtek kiválni a vásárlók éppen azért, mert hogy sok új beruházás zajlik, és hogy hát ha alacsonyabbak lesznek ezek az árak. A legnépszerűbb lakások még mindig a 60 négyzetméteres nappal is. Amerikai konyhás, egy-két szobás ingatlanok. Ezeknek az ára még mindig messze van a fővárosi vagy a nyugat-magyarországi áraktól, de jellemzően 300 ezer forint per négyzetméter körül vásárolhatók meg. Ez természetesen csak irányár, hiszen az ingatlanok az elhelyezkedés és a minőség függvényében akár 350 ezer forintba is kerülhetnek négyzetméterenként. Aki családi házra vágyik, számára is bőségesen kínál választékot a piac, sőt, sok új családi ház is épül, kifejezetten a csokra optimalizálva.